No, Hali Papi, Mami, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Képer nagyon produktív, ezért jött egy újabb videó sorozattal, egy olyan játékkal, amit nagyon régóta ki akartam próbálni, és úgy gondoltam, hogy why not, miért ne? És gyerekek, mit mondjak erről a játékról? Körülbelül olyan, mintha a Minecraftot ilyen tömény szteroiddal egy nyakon öntenéd, adnál hozzá járműveket, küldetéseket, meg egy olyan fizikai motort, ami ilyen epikus, igazából ilyen játékban még nem is nagyon láttam ennyire durva fizikai motor, és igazából konkrétan egy ilyen fizikai motor pornó az egész. Mármint annyi mindent lehet csinálni, de figyeljetek, nem szoktam azt mondani, hogy maradjatok édvelem, de aki szereti az ilyen nem tudom elmondani milyen játékokat, mivel egyszerűen ilyen játék még nem is volt a világon, de ez a tipikus olyan dolog, hogy van, nem is tudod, hogy létezik ilyen, és mégis amikor megtapasztalod, hogy van, akkor van rá igény. Mármint, hogy akkor azt mondod, hogy úristen, ez eddig miért nem volt. Na de vágjunk bele a lecsóba, tényleg a játékmenetről sok minden nem tudok, de hát figyeljetek, gyerekek, veressük neki, jó? Jövünk a kampányra, és utána majd megnézzük a sandboxot, meg a challenge-et, de először a kampánymóddal kellene valamit kezdeni. Azt mondom, hogy egyébként először nevezzük úgy, hogy minisorozat talán, de én úgy érzem, hogy ebből lesz sorozat, mindenképp egy végigjátszás minimum. Na figyeljetek, az a nagyon-nagyon érdekes ebben a játékban, amit így el akarok mondani, hogy minden iszonyatosan kicsi alkotó elemekből épül, látjátok, ilyen pixelekből konkrétan, és minden egyes pixelnek fizikája van, és minden egyes pixel mellette lévő pixellel megvan szabva, hogy milyen erős kötődéssel van attól függően, hogy milyen anyagból van. Szóval, ezt nem tudom, egyszerűen nem lehet elmagyarázni, úgyhogy vágjunk bele tényleg a lecsóba, haza kell mennünk. Egyébként elég furcsa, olyan furcsa, olyan nem is tudom. Körülbelül úgy néz ki a játék, mintha ilyen extrém shader móddal megfejeltük volna a Minecraftot, de várjatok, mutatok is valamit még, mert igazából én már kikapcsoltam itt a grafikánál a Deep of Field-et, a motion blur-t, meg még egy dolgot, de hogyha így játszunk, akkor meg ilyen nagyon homály. És én, például a motion blur-tól ilyen hány ingerem van, ugye a motion blur az arra jó, hogy ha egy ilyen versenyjátékbe elmosodik a táj, nem akkor, hogyha ezt is szerintem kikapcsolom, minden együtt ezek ilyen post-process effektek, így is van elég csillogó, pillogó effektünk anélkül is. Attól ugye nem lesz szép a játék, mármint ez ilyen pixeles és szándékosan ilyen pixeles és nagyon érdekes. De majd a fizika az, ami szerintem nektek is iszonyatosan fog tetszeni, azoknak, akik még nem látták, jobb gombbal kell nyitni a kaput, azt, hogy fogjam meg a kaput. És látjátok, ilyen fizika van. Mindennek fizikája van, gyerekek. Na, go inside. Jó. Go inside. Csak vannak objektek, amiket el kell lepakolnom. Jó, pakoljuk el az ládáinkat. Egyébként ez elvileg a saját műhelyem, és munkákat tudok itt majd vállalni, mindjárt várják már. Úgyhogy van ilyen küldetések vannak. Egyre bonyolultabbak, egyre érdekesebbek, de majd meg fogjuk látni, gyerekek. Jó, elpakoltam, és akkor go inside. Itt várja ezt a nagy ládát is előbb tudom vinni, ezt is előbb tudom vinni. És akkor ragadjuk meg az ajtót, azt csapjuk ki, úgy, mint az ólajtót. Jó, oké. Pick up your tools. Ez egy tűzoltókészülék. Ez egy kalapács, és ez egy first aid szóró, jó van gyerekek, hát az érdekes, tényleg nem tudom, hogy kell kezelni a játékot, mi van, hogyan van. Nézzük, mi van itt még, vannak itt a dolgok, gyerekek, van egy futópadunk, beszarsz, hallod. És be tudod kapcsolni, hogy mi a szart csináltam, nem tudom, van egy törölközőnk. Van a súlyzóink, gyerekek, azt tudja, hogy kapcsoljon vissza az áramot, van tükör. Merre kell menni az áramhoz? Kifele nyílik az ajtó, úgy, oké. Itt kell-e? Ó. Benőtte a gaz, gyerekek, ez hogy? Mi a történet, várja? Na és akkor ugye itt már is meglátni, hogy milyen fizika van, de egyébként miért pont ilyen félhomályba kell kezdenünk ezt a dolgot? Várját, azt a betyár, van idő, van lámpánk, jó, már mindjárt egy barátibb. Oké. Flashlight, igen, mutatja, hogy flashlight. És vissza is kapcsoltuk az áramot. És tök jól néz ki egyébként. Jól néz ki a játék, gyerekek, ilyen
Nézd meg a kalapácson, hogy az árnyék így. Kicsit olyan beütése van, mint ilyen ray tracinges gémeknek. Nézd meg, milyen jó kezeli a fényeket, tök jó kezeli a fényeket. Oké, gyerekek, menjünk be. Mi ez? Ez egy ilyen kábel, dob komolyan, és ezt föl tudom venni, föl tudom venni. Ugye itt nincs az, hogy minek van fizikája, itt mindennek fizikája van, gyerekek. Az utolsó dolognak is, figyelj! Érted? Itt az utolsó dolognak is fizikája van. Itt nincs az, hogy nincs fizika, gyerekek. Jó, megy a tévé. Ki lehet kapcsolni. Ez mi? Ez mi akar lenni? Kaktusz. Ó, és itt lehet ugye egy jobot vállalni elvileg. New message-ünk van. Gus Bill, mi ez? Tracy. Legyünk kreatívek, mi van? Ez a Tracy az a neve. Öreg épület probléma. Mit kell csinálni? Jó, hát megcsináljuk elvileg. Ez olyan öreg ház probléma, el kell vontani, vagy nem tudom, hogyha jól értem el. Ó, van térképünk is. És ott van aha. Jó. Ide épül egy ilyen központ, és van ott valami ház, amit el kell bontanunk. Öreg ház. Egy öreg épület. Blokkolja egy öreg épület az új szárnyát a bevásárló központnak, és segítsünk neki elbontani. Jó. Gyerekek, hát ne vicceljél! Hogy ne? És valami holnapra el kell bontanunk. Jó, úgy látszik, hogy oda is ugrat minket. Wow! Gyerekek! És tök sandbox a játék, így érted, így mehetsz mindenfele. Ez nagyon jó. Fűj van, gyerekek, itt ezt meg lehet fogni, nem lehet megfogni. Aha. 5,2 méter magas az épület, és túl magas, azt mondja. Túl magas. Propán tartályok, hogyha eldobom őket, akkor fölrobbannak. Hát az úgy jó buli. Vagy be lehet menni ebbe a házba? Nem tudjuk itt egy videóba be lehet menni, nem? Tök jó. Ezt az öreg házat kéne akkor eltüntetni. Azt a betyár. Jó, hogy például szét is verhetem én, ha akarom. Várjátok, lámp, villany. Igaz-e? Nem? Most... Kell muszáj propán... Gyerekek, ha már robbantunk, akkor lehet, akkor miért ne robbantsunk, nem? Majd hogy kell? Jobb gomb. És elvileg úgy kell dobnunk, meg tudunk halni itt, hogy úgy kell dobnunk, hogy mindkét gombot lenyomjuk. Igaz-e? És utána meg a jobb gombot hagyjuk lenyomva. Ha. Jó, hát kirobbantottuk az ajtót. Várja, magasabbra dobom, vagy nem tudom. Ez mi ez, egy kút? Egy kút akar lenni. Nem, ugye nekik nem rossz ez. Csak ez nem lesz elég szerintem. És kigyulladt baze valami. Ég a kecó. Ez jó nekünk, ha ég a kecó? A tábla is, hogy megmozdultak, jó? Még van egy, de hát ez kevés volt. Hát ez nem tudom, hogy az jó-e nekünk, hogy itték. Hát van tűzoltó készülékem, de mondjuk azt lehet, hogy nem baj, hogyha fölgyújtom. Még mindig túl magas.
Na játszok? Mi van itt? Itt is vannak ilyen propán palackok. Uuuuh, a markoló vallod. Várjál, vannak propán... Elvileg lehet vezetni ide járgat, el lehet ezeket lopni. Öcsém, ne viccelj, várjál, hogy kell? Oh. Aj, gyerekek, ezt ki kell próbálnom. Lehet, hogy mutatott egy ilyen nagy dozer, azzal kellene. Nem is a markolóval, várjál, hogy visszamegyek. Na ja. Azt mondja, hogy izé, olcsa már a tüzet. Jöjjék a házba az a gyerekek, várjál már. Jöjjék a kecó! Hú, baze, omlik össze, de durva. Jó néz ki. Mondjuk lámpát használnék, akkor lehet, hogy jobban járnak. Próbáljuk meg ezt a nagy bulldozert. Ne! Ne! Összetörtem a gépet! Ó, jaj! Hoppa! Elnézést, no problémo! Ura vagyok a helyzetnek. Már föl kell, föl lehet emelni. Figyeljetek, átgangoljak rá, hogy mi a gálva? Tehát csiszem, hogy egy ügyes. Hoppá, foly is. Oda lett. Nem mondod? Átment a házak. Öcsém, azért ez a fizika nagyon ott, nagyon tetszik. Úgy gyerekek is, ez még egy ilyen kicsi ház biztos lesznek, hogy felhőkarcolódik. Mindjárt szerintem a nyakunk borul. Úgy látom, hogy a legkisebb dolog is tudja tartani. Mondjuk a Verdát is amortizál. Hoppá, már megint egy lámpa. Híba ez a gyerekek. A Verdát lekabriósítottuk. Nem biztos, hogy jót tesz nekünk, hogy kinyírjuk a Verdát, mi? Még mindig túl magas, azt mondja. Na, két méter túl magas. Mindjárt nem lesz maga se. 1,2 méter túl magas. Ha nem is világít, gyerekek a Verda. Hoppá, még egy lámpa. Jó, meg kész a küldetés. Igaz, hogy egy több millió térő Verdát azt így kinyírtunk, széttöredezett. Jó. Jó, mehetünk haza, nem? Gyerekek. Fösteni mit lehet? Mi ez a spray kell? Jaj! Lehet fösteni benne? Jó, megyünk. Megyünk haza, gyerekek! Megyünk haza Verdával. Oké, ez megtörtént. Ugye 5 perc alatt kész van. Lehetne restartolni, continue. Menjünk tovább. Kíváncsi vagyok, milyen küldetések. Szerintem ilyen epic durva küldetések is lesznek. Ma milyen szal ez? Mi? Másnap? Csendben legyél. Mondjuk a saját házamat lehet, hogy nem kéne szétvernem, nem gyerekek? Egyébként olyan, mint hogy ilyen füst lenne. Tök jól néz ki. Jó, jók ezek az atmoszférikus effektek. A hűtőnk is, gyerekek. Mi van a hűtőben? Nem hiszed, de még van is bent szót. Nullod. Na menjünk le, nézzük küldetést. Score 1 Demolisher. Az mi az? Az valami szintünk? Hogy nem tudok lemenni. Lehet tűzni, emelni. Mi van alatta? Nincs alatta semmi. Nincs alatta semmi, csak most már akkor hozz vissza, mi? Hülye gyerek. Megoldottad, jó van. De ja nem, csak oda, onnan földről elérhetem. Jó, ezek ki lehetne verni a lábait. Úristen, mondjuk saját magamnál nem kell tönkre tenni dolgokat. Na nézzük, gyerekek. Bocs, hogy használok lámpát, de olyan sötét az a játék. Szétverném a számítógépet, mi lenne? Na, mi van itt? Ezt megcsináltam, de mi pénzt, azt nem kaptam érte, vagy valami message van. Mission, ja itt vannak a missionök. Itt vannak toolok. És upgrade-elni lehet őket. Aha. Nézzük a message, van. Tracy-től jön message be. Milyen, micsoda reggel. Oké.
Jaj, micsoda, a Mr. Dimian rendőrségen küldött neki fotót. Ezek mi vagyunk, nem? Valamilyen kamera felvett minket, és ez nekünk nem jó. Jaj. Aha, itt a Terdimián. Milyen küldetést ad? Mission. Kamikaz. Valami kompjútereket kell összeszedni, vagy mi az? Milyen küldetéseket adnak nekünk? Mármint így, én azt hittem, hogy egész végig csak ilyen bontani, építkezni, meg ilyeneket kell. Azért már megint éjszaka itt cseszem, szórakozok gyerekek. Nem vagyok tabot. Wow! Your position. Kik. Aha. Ú, gyerekek, izé van. Hallod? Meg tudod nézni föntről minden. De ilyen full 3D-be konkrétan fölmegy a kamera. Van itt egy jármű. És akkor mit itt kell megszerezni? Ezeket kell megszerezni? Kompjútereket? Vagy tönkre kell tenni? Szóval, várjál. Van tűzri jelző. Hogyha nagy tüzet csinálunk, akkor az triggereli az riasztót. Jó. Pikapogni kell a kompjútereket. Jó, menjünk be. Hát igazából akkor semmi nincs más, csak riasztó. Figyeljetek, ezt a gépet így kapásból el lehetne vinni. Tök durva egyébként, de. Meg mindenfélét. Most ez a pikappal itt száguldozhatok. De jó. Na, hova kell menni? Meg kell nézni mindig tabbal, ugye? Aha, ebbe az épületbe van itt el. Itt a kompjúter. Okay. Ha, igen, ezeket össze kell szedni. Ajtó megnyitva volt? Nincs nyitva. LOL! Nézzük, következő hol van. Van itt egy baloldali épületnél. Te, nem ugrok, apám. Hűha, köszi tudunk. Itt van előttünk? Igen, itt van előttünk. Itt mi van benne? Nagyon érdekel. Ezek mik? Hogy ki van dolgozva? Nagyon jó, és minden ilyen icipici pixelből kellett. Képzeljétek a Minecraftnak a, nem is tudom, hányad része egy ilyen pixel. Tudok menteni, quicksave-be. Jó, mentsünk egyet. Nem tudom, mi értelme van. Aha, ez meg vas. Aha. Várj, gyerekek, ezt... Ezt nem tudom, van olyan, amit nem tudsz szétverni, de durva. Megpróbálok följutni, nem tudom, hogy ez mennyire sikerül. Nem is tudtam, hogy van olyan, amit nem tudsz szétverni. Várj, itt is. Itt is az van, apád, szönnyit. Mi van benne? Itt nincs is senki egyébként. Jó, nagyon el vagyok vezve, tudom. Figyeljetek arra, az majd visszatérünk. Figyelj, béka! Lámpát kapcsoljuk, mert nem látsz kettőig. Ezek valami gyárak. Ú, figyelj! Nem mondod, hogy ezt is lehet... Ezt figyelj, ezt ki tudod, kiviszem. Mi baze? Ugye ezt kivinném. Föl tudnék vele menni, vágod. Gondolom, egy csomó fajta képpen meg lehet csinálni a küldetéseket. Azt a betyár, leamortizálta a izét. Dolgozó. Te, azt nem mondtad, tűz van, vagy mi ez a fűs? Ez most mi a szar? Mi ez? Mi az? Hoppá! Ég a fal! Lol. Figyelj, itt ezt megcsinálom. Szétmetörjem.
Ja, hogy tudjak ugrani valóra. De ezen föl is tudok menni akkor, várja? Júj! Az a baj, össze tud törni. Meg lehet, hogy nem lenne jó. Már így gondoltam, hogy itt föl tudnék rajt menni. Ha? De miért csúszok lefele? Jó. Azzal leestem. A francia sem be ebben sok szemedbe. És milyen jó kezeli az engine ezt a fizikát. Ugye képzeljétek mennyi tárgy van fizikája. És miért nem tudok felugrani? Ó, te fiú, várja, ide hozok valamit. Ezt nem tudom forgatni. Így jó lesz szerintem. Nem tudom, az előbb jobb sikerült felugranom. Jó, bejutottunk. Ez miért villog? Hoppá, igen, 25 dollár volt gyerekek. Pénzt is lehet lopni, vagy szerezni akkor. Azt nem kell nekem elvinnem? Túl öregnek tűnik, nem engedte ellopni, ez a túl öreg. Itt van a gép. Ej, de jó! Megvan kettő. Hogy oldja meg a hülye képernyő? Sőt, egy van már, csak ott annak a hátsó túljában. De lehet, hogy például, amit én nem tudok kalapács széttörni, azt lehet, hogy szét lehet idejövel. Ilyen nagy gépek, mert vannak itt is ilyen nagy gépek. És hogy a francba jutok kéne, mert itt ki kéne ugranom. Oké. Okay. Na nézzük, hogy hol van az utolsó. Hát, itt is van ilyen nagy több gép. Bocs, lámpát kapcsoljuk, mondjátok meg. Valahol itt kell lenni. Járja? Itt lehet, hogy be tudok menni, nem? Nem tudom, ez hol vezet. Szintén összetörök. És itt tőlem jobbra. Oké, de vannak helyek, ahonnan nem tudsz. Aha. Oda kéne átjutni? Nem tudok én végig menni, vagy? Nem tudom, hogy tök nem tudom, hogy mit kell csinálni, vagy hogy tudom megoldani. Próbálkozik az ember, de így az ösztöneidre hallgatva tök jó tudod. Ha, itt lesz. Pont alattam, ma már nem tudom betörni a tetőt. Ez mi? Ez valóban. Nem tudod betenni, tehát pont alattam van egyébként, elmondom nektek. Aha. Jó van, lehet, hogy nem kell volna leesni. Nem tudom. Ez nem jó így. Ez túl magas az a... Az ilyen nehezeket azokat szinte csak úgy vonszolja. Már ilyen, ezt föl kéne rakni oda. Ne essél le, vagy így is jó, így is jó. Azért ez nagyon nehéz, te. Megszereztem mindent. Ó, gyerekek, mehetünk kifele. De jó, nincs valami lopni való. Egyébként adja ez a játék. Csak nem tudom, mi az a... Mi az a nagy füst. Itt ez... Ja, ez valami ízé, fára, hogy jön be. Azt hittem, hogy valami gond. Egyébként arra lennék kíváncsi, itt volt egy nagy gép, hogy az ilyen helyekre, ahol ugye nem tudtam bevenni. Például ezt nem tudom. A gépe, itt szembe vele, nem jó az. Várj, itt beugrunk, és az a gép az be tudja törni. Legyen megmondjuk. Na például ide. A géppel akkor be tudsz törni? Miért várjál? Látod? Mert ezt nem tudod szétverni, de a géppel azzal be tudsz.
gondolni. Viccelé! Alatt megyünk a kerítéssel? Lol! Azért, ja, ennek azért van ideje tartása, tehát azért nem olyan egyszerű. Meg éppen azért át tudsz húzgatni. Szabla, minden megy, bazza! Hülye gyerek! Ez nagyon jó. És meg is van, következő küldetés is, gyerekek! Megvan minden, 9 percig tartott ez a, ez a... Még akkor csináljunk, gyerekek, ezek több gyorsak, ezek a küldik, biztos mondjuk a későbbiek azok nehezebbek lesznek. Akkor egy igazából olyan, ízeig vagyunk ilyen mindenesek, mi? Na, lehet, hogy benn vagyunk a tévébe, vagy mi? Utya. Itt a izai, hallod? Benn vagyunk a tévébe, gyerekek. Mit üljátok? Electronic equipmentekkel mentünk. Figyelj, ott van a izai, szétvertük a házat, átmentünk rajt. Ja, most izai, upgrade-elni fogják a security-t, azt írja. Hogy még egyszer ne forduljon ilyen elő. Ez tök jó, tévében benne lettünk. Szerintem lehet venni dolgokat is. Ez mi? Classic car aukció, de jó. Na nézzük, mi van. Új messagünk van. Login devices. Mission. Ja, ezeket újra lehetne csinálni, ugye? De lehet, hogy akkor most már megvan erősítve a védelmi rendszer. Nézzük egy újat azért. Na. Ugyanúgy vissza kell mennünk, és be kell lépnünk, vagy be kell logolnunk valami device-ba. De biztos nehezebb lesz. És ezek ilyen egymásra épülnek. Hát ez egy kicsit, megmondom őszintén, ilyen... Ez nem tudom mi volt. Ezek ilyen... Kicsit ilyen... újrahasznosított pályák, ugye gondolom kicsi változtatás van rajta. Na, de ez érdekes egyébként. Na, mit lehet tudni róla? Nyomjunk egy tavot. Van, kábeles alarmboxok vannak. Hogyha kábeles riasztó van konkrétan, azt elvágod, hogy megsérted, akkor ugye történnek a dolgok, amik nem nagyon jók. És 3 darab objektív van, amit meg kell csinálni. Ezek vannak, gyerekek. Jó, hát akkor... Kártyaolvasó... Ja, kártyaolvasó... Kártyaolvasó... Oké. Okay. Jó, hát figyeljetek, megpróbáljuk. Majd figyelünk most akkor riasztóra. Sírja is, hogy van a riasztó, azt a betyáró is teleteket. Dick, nem tudunk bemenni? Hoppá, képer nem tököl áll. Majd nézzük a riasztókat, nehogy megsértsük. Ebbe az épületbe kell menni. Zárva. Kicsit majdnem letörött a kanala ennek a szarnak. Na. Besüdöttünk. Ugye? Jó, tudok menteni, oké, elhiszem. Mentsünk egyet? Mentetünk egyet. Egyelőre nem nehéz, de gondolom elég epik nehezek lesznek majd később. Itt van. Mi a fasz? Ez most mi? Ez mi? Ez úgy van, hogy... Ó, még jó, hogy mentettünk, gyerekek. Akkor ez úgy van, hogy egy percet van az összeset megcsinálni, vagy... Hát ezt kellett megcsinálni, ugye? Nem szórakozzatok velem már, jaj. Ott a fiú, itt egy exit. Akkor ezt lehet, hogy úgy kéne okosba csinálni, hogy egyszerre minden egyét. Ez kell egyébként.
Kártya olvasó, primary target. És ott a riasztó van rajta, nagyon jó. Viszont akkor az kellene, hogy egy percen belül legyen meg mind, hogy feltérképezni, hol vannak az út, ahol tudsz átjutni egyikbe a másikba nagyon gyorsan. Hát, gyerekek. Ez eddig jó, itt eljutunk. És a másik épületben, itt lehet, hogy le kéne ugrani majd. Nem? Hol van ez? Az épület, ennek az épületnek a túloldalán. Valahol lehet, hogy fönt. Mi az a sok kacat? Kellene ide egy gép. Amivel betörök. Ebben az épületben, ugye? De hol lehet az a... Hol lehet az az eszköz, amit kell csesztetnem? Ez nem ebben van, abban van a... Majd átmegyünk a túloldalára, és ott azt betörjük azt az oldalát. Bajuk nem le a motiv... Oh, figyelj, még terra útot is lerődött ott ott van. Várj, ez nyitva van az ajtódik. Ugye vagy ki? Azt a betyár van itt a nagy gép. Ha itt a második, akkor ez nem is kell kitörnöm. Ezen az oldalon nyitva van az ajtó. Az a lényeg, hogy akkor itt le kell ugranom. Nem megyünk el arra. Itt kijövök, itt leugrok. Nem megyünk a terútó mellett. Fölmegyünk itt nagyon gyorsan. És meg, akkor meghúzzuk a gülét. Jó. És nézzük, akkor hol van a következő. A következő az jó masszív van. Az lenne jó, hogyha át tudtam volna sluttyarni azon. Vagy pedig itt, ele. Ez sem megoldás lenne, csak itt ezt nem fogom tudni szédverni, mi? De jó, még le is estem. Itt kijövök, az oké. Okay. Kiugrok. Nem tudok felugrani arra? Nem a francot, nem. Így. És hova kell menni? Ebbe az épületbe be. Lejövök a tetőre. Betöröm az ablakot, és akkor ott lesz a következő. Jó! Akkor ez végig tudjuk csinálni, onnan indul a gyerekek. Megpróbáljuk egy percen belül, ugye. Nem tudom, sebződni, sebződök én? Nem hiszem. Oké, na, próbáljuk meg. Marha gyorsan végig daráljuk. Szerintem az a lényeg, ha egy percen belül megcsinálod mindent, akkor az így jó lehet. Mentünk egyet előtte, mert ugye most már ki van ütve az útvonal. Remélem, hogy jól fogok emlékezni rá. Várjátok, ez mi, hogy kell mennem? Figyeljetek, nem is kell lemennem, hanem itt kicsit még valahol ugrani. Itt kéne kiugranom. Itt kéne kiugranom, és ez jó. Na, jó, quick save. És nem tudsz többet menteni egyébként, úgy van megcsinálva, hogy egyet mentesz. Ezt akkor valami... NE! Azt nem, ott quick load-ot nyomtam! Quick load-ot nyomtam, de várja, nem baj. Nem baj. De ilyen hülye, hogy lehet ilyen hülye valaki quick load-ot nyom? Egyébként miért nincs rá egy gomb? Egy F5 vagy valami, nem? Nem az életben, ilyen hülye. Na jó van, na próbáljuk meg, nyomunk itt egy mentést, úgy kb. Emlékezünk rá. Quick load! Aj, még külön is van, na. Egyébként nincs futás, mármint ahogy észreveszem, hanem így ennyi a max sebességű. Ilyetek, megpróbáljuk, jó? Most időt vesztettem. Aha, nem mondtad, nem volt jó. Jó, mert róla minden, csak itt meg nem fog kijönni, mi? Jó van, annyi, hogy nem ugrottam, jó, sem sikerült ráugranom. Arra a hülye csőre kell ráugrani. Most semmi baj, semmi baj, jó lesz ez. Remélem, hogy ez így működik tényleg. Jó, ezt megkerülöm mindig ezt az egész szart. De nem fogok túli ráugrani rá. Te fiú! És mi? Beszorultam!
Mégiscsak végig kell mennem, és ki kell törnöm mindent, hogy meglegyen az útvonalam. Na, próbáljuk is végig. Kiugrunk, egyből leeshetünk. Oké. Itt lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy nem kerüljük meg ezt a szarkotlát, hanem elmegyünk itt. Nem, el kell kerülni, sokkal jobb megoldás. Várj! Ki kéne járni a szarkotlát. Ezt akkor nincsen gondra. Ugye? Elsőben lett szerencsétlen. Az a baj, hogy még nem tudsz kijönni már. Jó. Nem baj, meg kell csinálnunk, tökéletes lesz az egészet. Na pont annyi időm, mert lehet, hogy még el is kell menekülnöm ennyi idő alatt, azt nem tudom. Egyébként ugye ennyire a járművet is használhatnék közben. Na, itt ugye leugrottam, jó. Most már nincs itt ez a kotla. Be tudok futni. Lámpát kapcsoljuk ma, oké. Okay. Meghúzom a időt. Utána jöjjünk ki az ajtón, inkább az szerintem a jó megoldás. Innen próbáljuk meg felugrani. Ja. Egyszer elcseszem, akkor vége, akkor úgy látom, hogy nem fog összejönni az ugra-bugra. Akkor már nem lesz elég idő. Jó. Megy, átvegy. És akkor meghúzzuk a következőt. Oké, gyerekek. Szerintem úgy nagyjából jó lehet ez. Hát, hogyha ki kell menekülnöm még pluszba, akkor baj van. Egyébként. Na, akkor nem biztos, hogy összefogja itt a dolog. Marja? Micsoda daru, úristen, hallod? Jó, ha ki kell menekülni, nem tudom, hogy ez a daru, ez brutális, hallod? Ez azért kipróbálhatnám. De szerintem így átmegy mindenem, nem? Na, nyomok egy quick save-et. Aztán... Nem mondod, hogy semmi. Azért ez nem rossz. A villanyvezetékeket letépi a kintről. Na jó van, oké. Okay. Elég volt hülyeségből, hallod? Ez durva. És ennél szerintem még csak nagyobb járműveket lehet majd használni. Potyog minden, apám! Jó van. Menjünk. Nyomok megint majd egy quick save-et. Várj, hol mentem be? Itt csináltam helyet magamnak. Egyébként tök jó, hogy a járműveket lehet használni. Meg csomó féleképpen meg tud oldani dolgokat. Elbonthatnám az egészet is. Tényleg elbontani az egészet. Aztán csak leesik a kapcsoló, hogy ez nem jó. Na, quick save. És akkor innen rohanásba, jó? A csőugrást, hogyha nem mondtam el, akkor jó lesz szerintem egyébként. Mi találjunk ki? Jó, bazza, el kell megkülni. Mégse ez jó! Mégse jó megoldás. Lehet, hogy nem is így kell. Most megpróbálok elmenni, eljutni a járművel, amik... De ezt nem hiszem, mert... De, ki kell eljutni, annyi az egész. Meg is lesz. Mondom, meg is lesz. Jó, gyerekek, megvolt, úristen. Ezt még egy csomóra vártam. Haj, bazza, jött egy helikopter, Dick! Fia, mutatja, hogy csináltam meg, de durva. Ott mentem föl, tök jó. Egyébként biztos meg lehetett volna, lehet, hogy úgy is lehetett volna, hogy ide átjössz, és akkor ott ugrasz át. És akkor nem kell róla ennyit karimba uzsálni. De jó, hogy mutatja, ez nagyon adja. Ott meg megcsinálta, az tök jó, hogy kitörtük ott a kerítést. Egy csomó járművel egyébként. Később biztos, hogy bonyolultabb lesz. Hát ez egy jó játék, gyerekek, nem? Végig ugrott, ott végig futottam. Itt nézegettem a... Mi az? Hogy mit kell csinálni? Futás! Futás! Ez jó volt. Jó volt, gyerekek, bírtam. Na! Várlak benneteket a következő részbe. Szerintem böszme jó ez a játék, remélem, hogy nektek is tetszik. Sziasztok!